Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, esetleg egy másikat. A díjam az jóslásoknál 4000 forint. Ez a felvétel június 2-án jelenik meg. Ezen a napon van a férjem születésnapja. Mivel az elmúlt hetekben, hónapokban, mondhatnám így is, mindketten betegek voltunk, így az én születésnapomat áprilisban nem tudtuk ünnepelni, de most majd holnap, 2-án, június 2-án együtt ünneplünk, és hála Istennek mindketten meggyógyultunk. Hogy milyen lesz az idő, azt nem lehet tudni. Furcsa, mert itt Mallorca szigetén júniusban már nyárias az idő, de most lehűlt nagyon, és esik az eső. Sőt, az is lehet, hogy holnap is esni fog, akkor majd nem tudom, hogy ünneplünk, még nincsenek tervek, attól függ, hogy milyen lesz az időjárás. És ami még történik ezen a napon, június 2-án. Lilit, az közel van a földhöz, és Lilit kiváltja nálunk az álmokat, az elképzeléseket, mivel ott van a közelünkben, ez az álom megvalósulhat. A hold eléri Rahút, a felfele mozgó kármikus csomót, kivált kármikus témákat, és itt a jövőről van szó, változásokról. Mars bolygó még mindig jó kapcsolatban van Uránusz bolygóval, ezek lehetnek meglepetések, változások, különösen kihat a férfiakra. A hold ezen a napon a Revati holdházban van, az indiai asztrológia szerint ez az utolsó holdház, és azt szimbolizálja, hogy valamit le kellene zárni, vagy valamit végre befejezni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. A képen megjelenik egy kis pénz, és sok pénz. Tehát ő sokat gondol az anyagi dolgokra, vagy szeretné ezt rendezni. Mivel a pénz összefügg a munkával, a hivatással is, lehet, hogy ez a téma is foglalkoztatja őt. Ami kettőtöket illet, az lehet anyagi segítség, hogy ő pénzt akar ajándékozni neked, de jelentheti a belső értékeket is, hogy ő közeledik, hogy te fontos vagy, mert ez a párkapcsolat értékes számára, meg ő is értékes, hogy boldog legyen veled. Az érzelmei bal oldalon láthatóak. Ott van az állandóság és az ajándék. Számára fontos a stabil anyagi helyzet, vagy a munka, a hivatás. A párkapcsolatban is ezt keresi, a biztos párkapcsolatot, ahol ő úgy érzi, igen, ide most elérkeztem, itt le tudok gyökerezni, itt le tudok horgonyozni. Alul az ajándék látható, ez jelentheti szimbolikusan azt, hogy te egy ajándék vagy számára, hogy ez a párkapcsolat egy ajándék számára, de azt is jelentheti, hogy ő megajándékoz téged. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Furcsa itt a kártyáknál, mert az egyik kép az utal a hamisságra, a másik meg
a boldogságra, az örvendezésre. Nem hiszem azt, hogy ő örül annak, ha nálad hamisság történik, nem hiszem, hogy ilyen rossz indulatú lenne, inkább azt jelenti a kép, legalábbis számomra, hogy ő észrevette azt, hogy vannak hamis személyek a környezetedben, és te ezt még nem látod. Ő kinyitja a szemedet. Lehet, hogy megmondja a véleményét. Vigyázz, légy óvatos. Valaki ott van a közeledben, aki hamis hozzád. Ez lehet valaki a családból. Ez lehet egy barátnő, ez lehet egy szomszéd, ez lehet egy kolléganő. És ha ő tudja, hogy te ezt észreveszed, akkor ennek ő örül, és megjelenik az örvendezés. Sőt, ott jobb oldalon a napi kártyánál látjuk a nap szimbólumát, a napraforgókat, és a nap azt jelenti, hogy kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit. Lehet, hogy ez így most össze is függ, hogy te most látni fogod a valóságot. Ő ezt már régóta tudja, de te eddig ezt még nem vetted észre, de most változnak a dolgok, ő felhívja erre a figyelmedet, és ennek örül, hogy végre átlátsz a dolgokon. Hogy jelenleg mi fűz össze benneteket, az középen a magyar kártyán látható. Jelenleg az M betűről van szó. Most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent az M betű számotokra. Ezt leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ami nekem így eszembe jut, Margit, Mária, Mihály, Marosvásárhely, és mint fogalom, mikor, most, ma. Tehát az jelentheti az időt is, hogy most kell átlátni a dolgokon. Ez a betű, ez jelenti a múltat is, mégpedig a régi írásmódot, az úgy nevezett rovás írást, ami középen látható. Ez olyan, mint német nyelvű területen a rúnák. A rúna kártya ott van alul bal oldalon, és ott felül látható ez a szimbólum, ugyanaz, mint a rovás írás. Ha én megnézem ezt a szimbólumot, akkor az egyenes vonal jelenti az életutat. De jelenleg most kiléptek ebből a helyzetből, találkoztuk másokkal, megtekintetek valamit, egy ideig úgy jól érzitek magatokat, és akkor utána visszahúzottok az otthonotokban. Aztán megint lesz kimozdulás, kapcsolatok, újra visszahúzottok. Olyan, mint egy cikk-cakk. Ami a rúna kártyát illeti, ez jelenti a nőies energiát, ott a kisbaba lehet egy kisbabának a születése, vagy egy újjászületés, újdonságok jelennek meg ezen a kártyán. Ami a napi energiát illeti, a napra forgó szimbolizálja a napot, szimbolizálja a nyári hónapokat, és itt most arról van szó, hogy kiderüljön a valóság, hogy tisztán láss bizonyos dolgokat, hogy átvizsgáld az eseményeket. A nap jelenti a kisugárzásodat, hogy mások észrevesznek téged, mert megvan ez a fellépésed. Jelentheti a vonzalmat kettőtök között is, vagy hogy terveztek most nyáron közösen valamit. Ő jó szándékokkal közeledik hozzád, ha ezt elfogadod, ennek örül, hiszen ott van az örvendezés, megajándékoz téged valamivel, számára fontos az anyagi helyzet, a munka és az értékek. Az is lehet, hogy vannak tervei, ahol ő pénzt akar keresni, vagy lesznek kapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok, ahol látható a nyeremény,
Lehet, hogy ő erről beszámol, és azt szeretné, ha ti ezt együtt csinálnátok. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod, hogy mit jelent az M betű, hogy látod ezt a szimbólumot, mit jelent számodra a rúnakártya, hogyan közeledik hozzád, mivel ajándékozott meg téged, ki ez a hamis személy a környezetedben. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!